A Szepesi Tiborral a hetes számú választókerület képviselőjével beszélgettünk. Milyen munkálatok kezdődtek meg most képviselő itt az ön körzetében, és erre miért volt szükség? Régóta tervezett és régóta várt munkálatok kezdődtek meg a tegnap, illetve a mai napon itt a Kiskúcsasi városrészen. Régóta terveztük azt az iskola vezetésével, szülőkkel, szülői munkaközösséggel, az itt élőkkel hogy az iskolába járó gyermekeknek, szülőknek jó lenne megoldani a parkolási problémáit, hiszen egyetlen parkolási lehetőség volt, ahol biztonságosan tudtak parkolni, ez pedig a kisújszállási út. Az iskola előtt kisújszállási út, tudjuk nagyon jól, hogy főleg a felújítás után micsoda forgalmat bonyolít. Tehát ott megállni gyermekekkel úgy, hogy biztonságosan ki tudjanak szállni, keresztül a kerépár úton el tudjanak jutni az iskolához, az egy picit veszélyes. Innen jött az ötlet, amit mondom már régóta terveztünk, hogy a sajó utcán az iskola melletti árok lefedésével próbáljunk olyan parkoló lehetőséget kialakítani, amely egy picit biztonságosabbá teszi az iskolába való érkezést és hát nyilván délután az innen való távozást. Miért nem a nyáron kezdődtek meg a munkálatok? Hosszú előkészítés kellett ahhoz, hogy le tudjuk fedni, hogy a különböző jogszabályoknak meg kellett felelni, ki kellett mérni azokat a folyási pontokat, hiszen a Sajó utcai árok azért egy elég nagy csatorna, esővíz elvezető árok rendszer. Úgyhogy be kellett mérni ezeket a, ezeket a mélységeket, magasságokat ahhoz, hogy egy árok lefedéssel biztonságosan lefolyjon azért az itt keletkező csapadékvíz. Tehát ezek az előkészületi munkálatok mérés Zajlottak a nyáron, és hát jelen pillanatban most érkezett odáig a beruházás, hogy effektíve hozzá lehetett kezdeni. Milyen forrásból tudták megvalósítani most így a parkolónak a kialakítását? Kizárólagosan önkormányzati forrásból, tehát teljesen saját erőből, ami a költségvetésben szerepel képviselői keretből kerül megvalósításra ez a beruházás. Ugye itt állunk az iskola mellett, ugye nem csak a parkoló került kialakítás, hanem a nyáron más beruházás is volt, beszéljünk erről egy picit. Természetesen összhangban szerettük volna hozni a beruházásokat, az iskola fenntartójával is, a szülői munkaközösséggel közösen, hiszen nagy részt ebből valósult meg, természetesen ebben is van némi önkormányzati segítség. Valósult meg az a beruházás, amely már itt a parkoló mögött mellett látható, hiszen az iskolának megújult a kerítésének egy szakasza. Ugye az összhangot azt jelenti, hogy már ezen az oldalon, ahol a parkoló kerül kialakításra, itt alakítottuk ki, itt kerültek kialakításra azok a bejárati kapuk, kiskapu, nagykapu, amelyen majd meg tudják közelíteni a gyerekek az iskolát. És hát természetesen itt fogjuk majd folytatni is a, a kerítést, és hát bízunk abban, hogy több ütemben ugyan, ahogy a lehetőségeink engedik, de a teljes kerítés meg fog újulni. Még annyit szeretnék öntől kérdezni, ugye, hogy kialakult a kialakításak el a parkoló, elkészült a kerítés, de itt vagyunk egy csatorna mögött, ezt itt korábban belette a gaz, és akkor ugye ön képviselőként itt kitakarítatta, megoldódott így a vízelvezetés? Én azt gondolom, hogy igen. Természetesen folyamatosan karban kell tartani ezeket a, a rendszereket, oda kell figyelni arra, hogy ne álljon meg. Ehhez természetesen takarítani kell. És ha már itt a mögöttünk levő részről is ejtünk néhány szót, akkor természetesen ezt a részt sem fogjuk parlagon hagyni, hiszen a következő ütemekben elképzelések szerint itt nem csak a régi játszótér fog. Kicsit megújulni, hanem terveink szerint azért egy új játszóteret is szeretnénk majd felépíteni. Köszönöm szépen. Köszönöm én is.